Én erdélyi székelynek számítom magamat, mert a szüleim azok Erdélyből származnak, és mindenketlen székelyek. Én már itt születtem Magyarországon. Nagyon érdekes volt, hogy amikor utaztunk Erdélybe, akkor hazamentünk. És valahogy mindig is készültünk, hogy egyszer majd hazamegyünk. Aztán visszajöttünk ide, pár hét múlva, akkor megint hazajöttünk. Ez a kettősség, ez meghatározta a gyerekkoromat. Minden esetre azt éreztem Erdélyben, hogy velünk, magyarokkal valami hihetetlen, hihetetlen szigorúan elbánt a történelem. És minden esetre gyerekként is éreztem, hogy velünk itt valami hihetetlen igazságtalanság történt, amivel nem tudunk elszámolni. Az az érdekes ebben a összetartozásban, hogy amikor először életemben 1978-ban kinyártam Nyugat-Németországban, és úgy döntöttem, hogy hazajövök, mert én magyar vagyok, akkor nagyon érdekes dolog történt a határon. Ahogy odaértem a határhoz, komolyan mondom, megörültem, hogy ott látom az akadékoskodó határőrt, a hatalmával visszaélő vámost, mégis valahogy megöleltem volna őket, hogy végre itt vagyok. Nem nagyon szeretlek benneteket, de hát mégis egy családba tartozunk. És azt hiszem, hogy ez meghatározza mindig is azt a tudatot, hogy nagyon jó ide tartozni, nagyon jó magyarnak lenni. Nem is gondoltam volna, hogy lesz egy olyan világ, amelyikben ezt szabadon el lehet mondani. Mert úgy is neveltek, hogy ha lehet, akkor erről ne beszélj, fiam, mert elvisz a rendőr. De most már ebben a világban már tulajdonképpen már el lehet mondani, sőt, tulajdonképpen a hazaszeretet, vagy az együvé tartozás, az politikán kívüli dolog. Teljesen mindegy, hogy ki van hatalmon. Egy a lényeg, hogy belülről tudjad. És én úgy gondolom, hogy hát Trianon már elveszett. Azzal már nem tudunk mit kezdeni. Előrefelé kellene nézni. Mindenképpen segíteni kéne, hogy a székely nép megkapja az autonómiát. Ez csak az első lépés. A második lépésre arra gondoltam, és hadd álmodozzak, hogy építünk egy autópályát, és azt a területet ott kinevezzük Magyarországnak. És azt hiszem, hogy Tamási Áron beszélt erről nagyon-nagyon jól, amikor azt mondta a román érzékenységre, hogy az igazságot is meg lehet szokni. Ennyi.